Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 7-éig. Itt láthatóak a szív fájdalmak. Én úgy gondolom, hogy ez nem a jelenlegi helyzetedre vonatkozik, hanem a múltra. Fájdalmas emlékek. Emiatt úgy fogva érzed magadat. Vannak félelmek, bizonytalanságok, nem tudod hogyan tovább, nem tudod mi vár rád, vagy félsz attól, hogy mások a jövőben szintén megsebeznek téged. De itt látható ez a varázsló, és megvan nálad ez a varázslatos kisugárzás, és van arra lehetőség, hogy itt legyen egy szívgyógyulás, hiszen javul a helyzet. Ezen a képen látható, hogy megtalálod a belső egyensúlyodat, de azt is jelentheti ez a kép, hogy mérlegeled a dolgokat. Hamarosan lesz itt egy találkozás, és szerencse a szerelmet illetően. De ha megnézzük az ő helyzetét, nála is vannak még itt korlátozások, kihívások, mások támadják őt. Számára most fontos a nyugalom, lehet, hogy kicsit visszahúzódó. Szerencsére itt látható ez a tolvaj, és ez a tolvaj eltávolítja ezeket az eseményeket, és hamarosan ő is mérlegeli itt a dolgokat. Ezen a képen a kettes szám rád és rá utal. És az érmék jelentik a föld elemét, tehát a reális dolgokat. Ő szeretné a terveit megvalósítani, nem csak a szerelmet illetően, hanem a munkát illetően is. Ő szorgalmas, dolgozik valamin. És ami fontos, ez a változás, hiszen elhagyja itt a könnyek mezejét, és lesz köztetek egy új kezdet, hiszen átnyújtja számodra ezt a kehelyt, ami utal az érzelmekre. Lesznek munkahelyi anyagi változások is, ami az anyagiakat illeti nála, így most összeomlott kicsit, de megvan hozzá az ereje, hogy felálljon, tehát javul az anyagi helyzet. És ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, akkor itt látható a hold energiája, és az utal a vágyakra, a reményekre, az álmokra, és ez az álom megvalósul, hiszen itt van felette a föld eleme, ami a reális dolgokra utal, és így jól fog alakulni a helyzet, a munkát illetően is, és a párkapcsolatot illetően is. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderrel!